illetve az megszolgált nevében a lehetőséget is. Arra, hogy néhány szót mondjunk arról, hogy mit is jelent ez a fejlesztés a mentőszolgálat. Röviden, ha mondanám, azt mondhatnám, hogy ez a 20. századból a 21. századra érkezést, ennek a lehetőségét jelenti számunkra. Vagyis azt, hogy a 1970-es, 80-as éveiből végre a 21. századi technológiát alkalmazhassuk, és végre a 21. században is elfogadható mentőállomás hálózatról induljunk. Ezek a mentőállomások, ezek legyenek azokon a helyeken, amelyek indokolt szakmailag ahhoz, hogy a betegeik hozzáférjenek a sürgősségi ellátás mentési elleméhez, és úgy egyáltalán az egészségügyi ellátáshoz. Hogy ezek a mentőállomások, ezek korszerűek legyenek, nyilvánzárokról, energetikai rendszerek keresztül, a kivonulás összes dinamikus feltételét is tudják, tehát ne hátráltassák a munkát, hanem segítsék. Ugyanígy a mentőgépkocsik szintjén, hogy ne 20 éves csokrodányokon, hanem korszerű mentésre tervezett és létrehozott mentőegységeken, mentőautókon dolgozhassunk, de jelenti azt is, hogy a bevetési irányításunk az ne egy kockás papírról történjen, hanem a 21. században is méltó elektronikus döntés támogatás és bevetés irányítás végén valósuljon meg. Mindezt jelenti, igen nagy fejlődés, igen nagy fejlesztés, talán túlzás nélkül mondható, hogy ennek a végrehajtás, ennek a fejlesztésnek a végpontja az egy új szint, mentés életében egy új